Már az ünnepi emlékév január 4-i hivatalos megnyitójára is rengeteg fehérvári jött el. Ez is annak a közvélemény kutatásnak az eredményét látszik alátámasztani, amelyben decemberben a 2013-as Szent István emlékév ismertségéről és támogatottságáról kérdezték a fehérváriakat. Figyelembe azt, hogy mennyi aktivitás volt az emlékév kapcsán. A decemberben zajló kutatás fókuszában az a kérdés állt, hogy az előző év előkészítése milyen eredményt hozott. Hallottak-e a fehérváriak az emlékévről, támogatják-e, milyen típusú programok érdeklik őket ezzel kapcsolatban, mondta a felmérést végző EcoSurvey módszertani igazgatója. Alapvetően pozitív eredmény született. Kutatásnak voltak pozitív eredményei, és voltak feladatot adó eredményei is. Pozitív eredménye az, hogy gyakorlatilag szinte teljes körű az egyetértés Székesfehérváron abban, hogy ez egy jó döntés volt. Az emberek várják az eseményeket, várják a lakosságot is igénylő aktivitást az emlékév kapcsán. Ami feladatot adó, és azt mondjuk, hogy negatívben nem negatívnak nevezném, feladatot adó eredmény, hogy az ismertsége gyakorlatilag társadalmi csoportonként nagyon eltérő. A kutatás eredményei önmagukért beszélnek, tette hozzá Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András úgy látja, az emlékév ismertségével kapcsolatban várnak még feladatok a városra, de üdvözölte azt az eredményt, amely szerint szinte teljes a lakosság körében az emlékév támogatottsága. Sikerült találni egy olyan ügyet, olyan közösségi kérdést, amiben a közösség tagjai, a fehérváriak egyetértenek, és ennek a történelmi múltnak a megítélésében és fontosságában, és ennek a felelősségében a mai kor emberére, Fehérvárira nézve úgy látom, hogy szinte teljes az egyetértés. A 2013-as emlékbizottság elnöke szerint a felmérés egyik fontos eredménye, hogy úgy tűnik, a fehérváriak fontosnak tartják a helyi közösségi kapcsolatok elmélyítését és történelmi múltunk megismerését. Csurgai Horváth József úgy véli, ha a lokálpatriotizmus egyfajta helyi igényként megjelenik, akkor van mire építeni. Én azt gondolom, hogy egy eredményes évnyitás történt, és tulajdonképpen most a következő hónapokban konkrét rendezvényi szinten kell újabb eredményeket produkálni, és a felmérés azt mutatja, hogy talán jó úton járunk. A sajtótájékoztató résztvevői abban is egyetértettek, van még teendő is bőven. Az egyik cél például, hogy az idősebb korosztályhoz jobban eljussanak az emlékével kapcsolatos információk.